Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A három kérdőjeles jóslás. Mi az ő gondolata, hogyan érzi magát, és mit fog tenni? Itt felhívnám a figyelmeteket újra arra, hogy megjelennek videók, ahol beszámolok arról, hogy mi várható a következő napon. Én bepillantok minden nap a napi horoszkópba az indiai számítás szerint, és ez egy nagyon precíz számítás. Ha feltűnik nekem, hogy van valami fontos, amit szeretnék közölni veletek, akkor megjelenik egy videó egy nappal előtte, tehát tudjátok, hogy mi várható a következő napon, mire kellene odafigyelni. 22-én és 23-án jelennek meg most a videók, 22-én elmondom azt, hogy mi várható november 23-án, és a november 23-ai videón elmondom azt, hogy mi várható november 24-én. És most megnézzük azt, hogy mit üzennek a kártyák, de előtte még megemlíteném, hogy hogy hívom ezeket a videókat, hogy megtaláld a csatornámon, kozmikus üzenetek. És mi az ő gondolata, mi az ő terve? Itt látható ez a katonatiszt. Ez lehet az ő maga biztos fellépése, de utalhat egy hivatalos dologra. Vagy van valaki a környezetében, aki parancsolgat neki, uralkodik felette. Itt látható, hogy sok pénzt lehet nyerni. A kérdés csupán az, hogyan, milyen módon. A kaszinóban játszani, hát azt nem ajánlanám. És hogy érzi magát? Itt látható egy találkozás, minden olyan szép és romantikus. Itt a kártya jelenti a munkát, a hivatást, van sok dolga, de lesz ideje arra, hogy közeledjen hozzád, legyen egy találkozás. Lehet, hogy szüksége is van erre a sok munka mellett. És mit fog tenni? Ez a tolvaj jelentheti azt, hogy valaki ellopott tőle valamit. Vagy a tolvaj el tud távolítani bizonyos dolgokat, ami eddig kellemetlen volt számotokra. És miután ez lezárult, mert a tolvaj segít ezeket eltávolítani, itt látható a szerencse. Ez azt jelenti, hogy itt lesznek változások. Tehát a tolvaj tud segíteni is, amikor eltávolítja például a félelmeket, vagy a nehézségeket. És mi köt össze benneteket? Itt van még egy kis szomorúság, vagy részedről, vagy az ő részéről. Az is lehet, hogy nálad volt valaki, és ellopott tőled valamit, és emiatt vagy szomorú. Sőt, ő is töpreng, hogyan tudna segíteni. De mivel itt megjelenik a szerencse, itt lesz egy szerencsés fordulat. Amikor a tolvaj itt megjelenik és ellop valamit, itt nem csak pénzügyi dolgokról lehet szó, hanem azt is jelentheti, hogy valaki rabolja az idődet vagy az energiádat. Tehát legyetek kicsit óvatosak. Amit a tolvaj itt még jelent, hiszen gyakran segít,
hogy a szomorúságot távolítja el. Lehet, hogy a múltban történt köztetek valami, ami felett ő töpreng, vagy téged elszomorított, és a tolvaj most eltávolítja ezt a helyzetet, és itt lesz egy szerencsés fordulat, egy találkozás. Lehet ez a nyeremény, hiszen ő tudja azt, hogy mennyire értékes vagy számára. És ez volt a három kérdőjeles jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel!